Sziasztok! Ma a karácsonyi kívánságlistám videót fogom nektek elkészíteni, amelyben olyan termékekről és dolgokról fogok beszélni, aminek én nagyon örülnék ezen a karácsonyon. Ez persze nem azt jelenti, hogy a listáról minden terméket és dolgot szeretnék, csak azt, hogy bárminek örülnék, ami rajta van. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mik ezek, akkor tartsatok velem! Ami inkább apróság, de mégis nagy örömet lehet vele nekem okozni, azok a gyertyák és a teák. Egyszer karácsonyra kaptam egy vázányi teamécses, meg különféle gyertyákat mindenféle illatokban és formákban, és arról a karácsonyról én csak erre az ajándékra emlékszem. Pedig biztosan kaptam sokkal nagyobb és drágább ajándékokat is, de ez nagyon megmaradt, és azóta is megvan a váza, mert eltettem emlékbe. A teákat is nagyon szeretem, akármilyen márkájú vagy formájú, imádom őket. Ezen a héten kijöttek egy angol youtubernek, Anna Szakoninak az Ultra Designolt nyakláncok. Ilyen horoszkópos nyakláncok lehet kapni ezüstben, aranyban és rózsaszínben. És én nagyon szeretnék egyet, nekem már kiskolomban is volt egy ilyen horoszkópos aranynyakláncom, csak elhagytam, és nagyon örülnék, ha lenne nekem egy új. A Naked 3 paletta is nagyon régóta nagy álmom, de persze elég drága, szóval így nem nagyon kértem eddig, de hogyha esetleg valakinek van felesleges pénze rám, akkor anya, a Naked 3 palettának nagyon örülnék. Bármilyen ikás ágynemű. Nagyon-nagyon régóta ugyanazokat cserélgetem, ugyanazokat a rózsásokat, amik rózsaszínek vagy pirosak. Most nagyon szeretnék egy ilyen pasztel sárga színű ágyneműt, amit lehet az IKEA-ban kapni, szóval ha valakinek kell egy ötlet karácsonyra. Én elég nagy BB krém fan vagyok, és nem is nagyon szeretem az alapozót, de ahogy egyre idősödöm, néha már azt veszem észre magamon, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan alapozóm, ami ilyen teljes fedésű, amiben ilyen Kim Kardashian lehetek, és ezért kiválasztottam a MAC Pro Longwear alapozót, ami szerintem erre a célra tökéletes, és azt nagyon szívesen fogadnám. Régóta nagy álmom a Victoria's Secret Love Pink pizsamái. Egyszerűen csak így szoktam őket nézni a neten, hogy hát, ha majd egyszer sok pénzem lesz, akkor rendelek magamnak egyet, de ez azóta sem következett be, szóval annak is nagyon örülnék. Körülbelül 2 éve használom a Lancôme La Vie Belle parfümjét, aminek már a nyakára jártam egy 50 ml-esnek, most pedig egy 75 ml-eset végzek ki, és úgy érzem, hogy itt az idő egy kis változásra, egy újabb illatra, és kinéztem magamnak az Yves Saint Laurent Manifesto parfümjét, már 1 éve körülbelül, de akkor még a La Vie Belle volt a nagy szerelem, most viszont úgy érzem, hogy itt az idő egy kis váltásra, és annak nagyon finom illata van. Idén eléggé rákattantam a műszempillákra is. Körülbelül olyan 15 éves lehetem, amikor először megpróbálkoztam velük, és úgy néztem ki, mint egy cirkuszi majom, mert arra a baba arcomra ezek az ekkora legyezős műszempillák elég viccesen néztem ki, de aztán idén most egy kicsit komolyodhatott az arcom, újra megpróbálkoztam velük, és már sokkal lágyabban festenek rajtam, nem olyan feltűnően, és kinéztem magamnak a Demi Wispies műszempillákat, amit már rengeteg külföldi youtubertől hallottam, hogy nagyon-nagyon jó. Szóval az is tetszik nekem. Szeretnék egy tapabíró szilikonos telefontokot, ugyanis ez az iPhone 6-tal már a második próbálkozásom, és nagyon vigyázok rá, szokott is rajta egy ilyen nyitható-csukható tok lenni, de nagyon-nagyon tetszek nekem ezek az állatos, hatalmas szilikon tokok és milliónosok előnyben. Ez a következő, ez egy hatalmas, nagyon szeretnék elmenni a Karamellnek a 10. adventi koncertjére, ami hatalmas álmom, nagyon nagy Karamell fan vagyok, állandóan hallgatom a zenéit. Igazából elég régóta, és nagyon szívesen meghallgatnám őt élőben is, szóval ez egy nagyon jó karácsonyi ajándék lenne. Úgy érzem, hogy az illetváltás mellett úgy elférne nekem egy kis stílusváltás is, vagyis hát úgy becsorogtatnám a stílusomba ezt a, megint csak ezt tudom mondani, ezt a Kim Kardashian stílust, a nude magas sarkút és ezeket a szexisebb ruhákat, szóval ez egy tökéletes kezdés lehetne, egy ilyen kisebb sarkú, nude, magas sarkú cipő, amit egyébként az F&F-ben láttam, az árát azt nem néztem meg, de egy olyan nagyon tetszene nekem is. Ha egy olyanom lenne, akkor úgy érzem, hogy inkább ne is vegyetek nekem olyat, mert akkor egy lavina indulna el, hogy nekem mindenből új kell, meg új ruhák, és
Igen, nem lenne jó. De azért, hogyha mégis akar. Ami egy nagyon-nagyon hasznos ajándék lehetne nekem, az egy magammal vihető telefontöltő. Ugyanis én már reggel azon szoktam parázni, mikor elindulok az egyetemre, hogy úristen, ha nem erül a telefonom nap végére, és úgy kell hazautaznom, hogy egyszer így jártam, és 40 percen keresztül néztem, ahogy a szemben ülő néni kötöget. És nagyon irritálhattam szegényt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülnék egy ilyen magammal vihető telefon töltőnek, mert akkor sosem kéne paráznom. Még így is biztos vagyok benne, hogy lesz, aki marad a családból a jó öreg borítéknál, és például a dédi, mert ő szegény már nem tud nekem elmenni és vásárolni. Szóval, hogyha esetleg összegyűlik elég pénz, akkor szívesen vennék magamnak egy polaroid kamerát, tudjátok, amelyik így fényképeztek vele, és azonnal kijön alul a kép. A Fujifilm Instamix Mini 8-at néztem ki, és persze a rózsaszín változatot, szóval azt így meglepném magam egy olyannal. Aztán ezen kívül, aminek még így nagyon örülnék, ha összejönne rá a pénz, az két ilyen softbox lenne, lencsékkel, hogy akár este is tudjak nektek videókat készíteni, és ne csak délelőtt, mert igazából ezért van ritkábban videó, mert délelőtt általában suliban vagyok, hétvégén meg nagyon-nagyon sok a dolgom, szóval hogyha lenne egy softboxom lencsével, akkor sokkal több videót tudnék nektek csinálni. Ezzel le is zártuk a karácsonyi sorozatom első videóját. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem a komment szekcióban. Én is tervezek egy párat, de nyugodtan ötletelhetünk együtt is. Ezek inkább ilyen leülős, beszélgetős, onesies videók, vagy DIY videók lesznek, szóval mindenképpen írjátok meg, hogy miért szeretnétek. És legyetek itt a következő videóban is, ugyanis az egy kérdezfelelek videó lesz, amiben a ti kérdéseitekre válaszolok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, jó karácsonyi készülődgetés nektek, és találkozunk a következő videóban. Mua! Oh!